bemutatom a kis konyhamalacunkat, illetve persei malacunkat. Igazából konyhamalac, mert a konyhába tartottunk, de igazából mi is itt a lényeg? Ez a kis állat, ez a kis zöld jószág turcsiórral. Igazából közel egy évet gyűjti a kis keresztlánya meg a pénzecskét azért, hogy Angliába tudjunk menni. Itt a kis résecske. A probléma ezzel a kis állattal az, hogy nem ereszti a pénztet. Nem lehet bele kihúzni, tele van a gyomra. Ezért aztán pusztán szeretetből el kell pusztítani. Na, hát ezt fogjuk bemutatni, hogy hogyan fog ezt a kis malac elpusztítani, tudjuk, hogy nem is fogja észrevenni. Finoman lehelyezzük a padlóra. És azért, hogy jó pillanatában pusztuljon el, hozunk neki egy kis füvecskét, hadd egye! Na most, ez az állat, ez egy eléggé IQ gyenge kis jószág, úgyhogy úgy lehet neki segíteni, hogy így elérje ezt a táplálékot, hogy egy pár csipeszt alá teszünk, és akkor már is tud enni. Na, már... Viszont, amit igazából ez a kis malac, szereti, amit ahogy ő igazából szeret enni, az úsz, hogyha oldalán van, sőt, úgy szereti, hogyha beleteszek egy zacskóba, mert ugye ebben könnyebb azért összeverni. Azért teszük bele ebbe a kis ácskóba, hogy a malac, amikor elpusztul, akkor ne fröccsenjen itt szana szíjjel a kis cserepei, hanem csak itt benne maradjon a acskóba. Na, rendesen, beletessük egy másik acskóba! Még mielőtt szétlepítjük. Igazából van egy olyan gyanú, hogy ez az állat elszikasztott egy néhány garast, úgyhogy ezért meg kell nézni, hogy most akkor elszikasztott egy néhány garast, vagy nem szikasztott el néhány garast. Van itt egy célszárszámunk, amivel ki fogjuk végezni. Ezen a célszárszám csak úgy gondoltuk, hogy mivel ez igazából csak hurkapálcikából van, ezért egy sokkal célszerűbb, egy jobb, egy professzionálisabb célszárszámot fogunk használni, amit már az őskorban használtak, mert ez bevált. Finoman miközben a malac eszik. Ennek a tíglának ezt a részét lefelé tartsuk, és elindítjuk a malac felé! De ennél a kis tárgyúságban, hogy szétfröccsenjen a bele! Oh, megroppant az állat! Hú, szegényke! Nézzük, mi marad belőle! Na, már nem éhes, ezt már láttam, hogy nem éhes. Hát igen, már nem lesz soha többet éhes. Kicsit fölülről! Na! Mennyi pénz! Jaj, hát úgy érzem, hogy érdemes volt kis malacunkat szíje szakítani. Úgy érzem, hogy most már indulhatunk Angliába, és jól fogunk magunkat érezni. Köszönöm a figyelmet!